Azért vagyunk itt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az önkormányzatok nem vigyáznak a közös vagyonra. Egyre kevesebb a szociális bérlakás. Vagy eladják őket, vagy hagyják lerombolni, mint például ez itt. Ez a ház például 10 családnak adhatna otthon. Szeretnénk elérni, ha foglalják törvénybe és érvényesítsék a lakhatáshoz való jogot. Ebben a kerületben 500 üres, ilyen lepusztult lakás van. És gondoljanak bele, hogy Budapesten 10 000 hajléktalan ember él, részben tömegszállásokon, részben az utcán, részben különböző barlangokban, külterületen levő sátrakban, kunyhókban. Ez egy tarthatatlan állapot, és követeljük és kérjük a politika csinálókat, hogy változtassanak ezen. Önálló lakás otthon nélkül nincs kiút a hajléktalanságból. Egy hajléktalan szállóból sem pihenni, sem dolgozni, nem tudnak elmenni az emberek. Ez egy önálló, bármilyen kicsi otthon kell. Lakhatás, demokrácia, jogállam.